Ez az épület korábban volt már járásbíróság és kollégium is. A funkció bővítő városrehabilitációs programban a homlokzatokat már felújították, jelenleg a belső tereket alakítják ki. Nagykáló folyamatosan fejlődik, és ennek egy újabb példája az, hogy a funkció bővítő városközpont rehabilitációs programunknak egyik eleme a régi járásbíróság épületének belső felújítása. A földszinten eddig is étterem működött, ennek az étteremnek a felújítása új konyha kialakítással, új esetlegesen házasságkötő terem vagy egyéb közösségi tér kialakítása. A felső szinten, ahol régen kollégium működött, itt az új városi könyvtárat alakítottuk ki teljes terjedelmébe. A projekt keretében az egykori járásbíróság épületének belső udvarát is felújítják, közösségi teret és rendezvényközpontot alakítanak ki a zárt udvarban, ahol koncertek, kiállítások és egyéb más programok várják majd a látogatókat. A projekt összköltsége az közel 130 millió forint, amely 100%-os intenzitású az Európai Uniós keretből, és ennek az átadása augusztus végére várható. A városfejlesztési programban már számos építési beruházás megvalósult Nagykállóban. Megújult az Óbester étterem, a református templom épülete, valamint modern piac és egy új polgármesteri hivatal is épült a városban.